Gyermek zsivajtó volt hangos péntek délután a gimnázium atlétikai centruma. Idén 5. alkalommal adott otthon a Magyar Atlétikai Szövetség által mentorált Sport 21 elnevezésű játékos csapatversenynek. 3 megye, 9 településének közel 250 gyermek versenyzője mérte össze tudását és ügyességét futás, távol és magasugrás, dobás, illetve sorverseny számokban. Ez a verseny arról nevezetes, hogy egy egyéni képességet mérő versenyszámok csapatjáték formájába kerülnek felmérésre, tehát csapatok küzdenek egymással. Itt elsődlegesen az a cél, hogy ne a túlzott specifikáció legyen a gyerekeknél, hagyjunk nekik mozgásélményt, mozgásörömet a későbbi fejlődési időszakra is. Ahogy mondani szokták, a szervezőknek alaposan fel kellett kötni a gatyájukat, hiszen az 5 versenyszámot egy időben bonyolították le, és 250 gyerek kordába tartása emberpróbálmi feladat. Nagyon sokat jelent, hogy most már több éve csináljuk, ugyanazzal a stábbal tudjuk végigvinni. Nagyon nagy kihívás, hiszen ezt a korosztályt nagyon sokáig lekötni nem lehet. Másfél óra alatt kellett ezt a 25 csapatot 5 versenyszámban versenyeztetni. De úgy gondolom, hogy nagyon pörgősen és nagyon jól szervezetten zajlott minden, úgyhogy elégedettek vagyunk. Egy-egy rendezvény sikerességét nem csak az eredmények, hanem a résztvevők számának növekedése is fényjelzi. Igen, nagyon örültünk Balatonszabadi megjelenésének, és hosszú idő után Mohács is újra beszállt ebbe a versenyformába, úgyhogy gazdagodtunk. Azt, hogy valamennyi résztvevő jól érezze magát, nem csak a verseny körülményei határozzák meg. Ehhez kell még egy profi háttércsapat is, akik magas szinten biztosítják a versenyek zökkenőmentes lebonyolítását. Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy olyan stábot tudhatunk magunk mögött, ahol nyugdíjas kollégák, volt atlétáink, atlétikát szerető szülők, most már szinte minden versenyünkre megszólíthatók, idehívhatók, és nagy örömmel jönnek, független attól, hogy kisgyerekekkel, felnőtteknek rendezett versenyről van szó, és őket gimnazista gyerekekkel szoktuk kiegészíteni, akik szintén önszántokból, vagy most a közösségi szolgálat keretében, de itt vannak a versenyen, úgyhogy nélkülük ez nem működne így.